Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. 3, 2, 1. Sziasztok, szép jó reggelt kívánok, szép napot, most már így 10 óra előtt. Többféle fajta kérdés jött felém, és nem mindenkinek egyesével kelljen megválaszolnom ezeket, akkor gondoltam, hogy csinálok egy ilyen kérdés-felelek epizódot, kérdez-felelek, question and answer, Q&A, így szokták ezt a rövidíteni, szerintem a borítóképre is ezt fogom rakni, mert a borítóképe például erre is jött, és remélem azért fejlődik a YouTube tartalmamnak a borítókép minősége, hogy kevesebb szöveg legyen, hogy nézzen ki. Ha belegondolok, hogy eleinte hogyan indult a YouTube kép karrierem, és amúgy akárszitek akár nem egyik legfontosabb a YouTube-nak a képe, mert az alapján klikkelnek az emberek, eleinte olyan volt, hogy két fénykép volt, tehát ahogy beszélgettem az adott személlyel, abból egy screenshot, nem volt túl ideális, utána olvastam, fejlesztettem, használok programot, amúgy én applikációkat használok, mert sokkal gyorsabban haladok, mint hogy gép elé üljek, meg sokszor nem tudok gép elé ülni. És most én, mert használom a Canva-t, ha valakit érdekel, hogy mondjuk ez nem jött így kérdésbe, hogy milyen programot használok, tehát a Canva-t használom, van a régebben a Samsungomon használtam a Pixel Lab-et, de amikor átálltam az iPhone-ra, ott nem volt, és ott használom, ezt most meg kell néznem, a Photoroom-ot és a Fontót, ezt a kettő programot. Hát három program, mert egyikkel ezt tudom csinálni, másik azt tudom csinálni. Próbálom fejleszteni, szerintem egyre jobbak, de ha van véleményetek a borítóképekkel kapcsolatosan, tudom, sok a szöveg, de hogy napi tartalmat csinálok, nehéz szinonimákat találni, vagy nem magamat ismételni, meg valamikor az a fő téma, ami beszélgető partnerrel történik. Próbálok feltalálni magamat, meg újakat kitalálni, meg kevesebb szöveget rápakolni, meg nem átmenni ilyen blikk, meg társai szintbe, de valamilyen szinten azért be kell vonni, be kell húzni a nézőknek a figyelmét, de azért próbálok fejleszteni. Szerintem szépen lassan azért alakulgatnak, meg ha visszanézitek, ha lefele pörgetitek, hogy fél évvel ezelőtt, és igen, már lassan fél évről beszélünk, hogy milyen borítóképek voltak, milyen minőségűek voltak ezek a borítóképek, meg most hol tartunk, azért van látványos fejlődés, és nem csak a borítóképekben, hanem maga a műsornak a minőségén is próbálok emelni, hogy belegondolva, hogy nekem milyen telefonjaim voltak, hogy az első műsorokat ezzel a telefonnal csináltam. Tehát vettem egy újabb Samsungot, amit sikeresen elhagytam, most meg itt van az iPhone 11, és legtöbbször már ennek a videóját próbálom használni, de valamikor a GoPro-t használom, ami most e fölött, mert ezen élőzök, és e fölött van a GoPro. Attól függ, hogy milyen töltöttség van, melyik a kényelmesebb, mit merre, meddig csinálok. Valamikor a GoPro-t használom, annak halszem optikája van. Ennek az iPhone-nak tény, hogy sokkal jobb a kamerája. Próbálom ezt legtöbbször használni, de egy szó mint száz, hogy honnan indult a képminőségem, meg a Skype szintű tartalom, meg most hol tart, tehát ebben is van bőven hála az égnek előrelépés, mert például sokszor megkaptam a nézőktől, hogy nem jó a minősége, és nem a tartalomnak a minősége, hanem a kép és hangminőség. És akár hiszitek, akár nem, amúgy a hangminőség sokkal fontosabb, mint a kép. Mind a kettő fontos, de ha priorizálni kell, mert nagyon sokan lehet, hogy csak hallgatják munkába menet, főzés közben, bármilyen tevékenység közben, így rajta kellett lennem, hogy emeljek a minőségen, és terve volt véve, ezt tudjátok, korábbi live-okban is meséltem az Apple-lel való harcomat, hogy emiatt is akartam iMac-et venni, mert annak nagyon jó a kamerája, de az iMac-kel megtörtént a harcunk. A végső, amúgy, amit is megrendeltem, az AM1-es chip 16 gigával, ami remélhetőleg nem soká megérkezik, és akkor régebbi anyagokat is meg tudok már vágni, amit már tök régóta tolok, mint például a food sharing, amit már 4-5 hete, vagy már lehet 6 hete fölvettünk, de a mostani gépen már nem tudom megvágni. Szóval fejlesztem a tematikát, fejlesztem a minőséget, rajta vagyok, és remélem ez tetszik is, és látjátok, és köszönöm szépen, hogy értékelitek. Rajta vagyok, mert ezt visszajelzésbe kaptam, hogy érdekes, meg jó, de nem elég jó a minősége a tartalomnak, így emelnem kellett, próbáltam alternatívákat keresni,
Remélem. És még biztos van hova fejlődni. YouTube csatorna, hát többen kérdezték, hogy miért ebben van a YouTube csatornák, vagy egyáltalán miért csinálom, mert ebből nekem ugyebár bevételem semmi nincs. De annó, amikor kitört ez a járvány, ez a világjárvány, én ugyebár az utcát jártam és láttam, hogy meg szembe jött velem, hogy megy itt a pánikolás, meg mik történnek, és valamit akartam közölni a saját szemszögömön keresztül, így jött ez a napi vlog. Nekem ott volt egy balesetem, de valamit akartam csinálni, mert kreativitásom volt. Világjárókat nem tudtam csinálni, előadást nem lehetett szervezni. Én úgy voltam, hogy akkor kreatív energiáimat valamibe fektessem bele. Csináltam a napi weblogot, amikor még az utcán voltam. Amikor itthon kellett maradnom, akkor még maradtak az ilyen online interjúk. És menet közben láttam, hogy ezt hatékonyan, gyorsan lehet szerkeszteni, le lehet egyeztetni. Most is rengeteg időpont már megvan a következő időpontokra, és rengeteg anyag már le van forgatva. Tehát én mindig előre dolgozok, ezért tudok napi videókat csinálni, mert egyes videók, amik most kijönnek, valamit már egy hónappal ezelőtt fölvettem, mert akkor volt rá időnk, csak nem volt közben időm megvágni, meg jöttek történések, akár sajnos a terrortámadás, akár újabb szankciók, változások, szájerügy, és akkor azokat a témákat, tartalmakat előrébb veszem, megvágom, és amineknek nincsen határideje, nincsen időpontja, nem muszáj kikerülni, azokat meg itt tologatom. Hát ez a háttérmunka, egy kicsit legalább ebbe is beleláttok, hogy van sok anyagom, zenésszel, civillel, vállalkozóval, valamit még bent tartok, valamit még meg se vágtam, pedig már 3 hete akár fel van véve, és emiatt elnézést is kérek az adott személyektől, de ezt megbeszéltük, hogy ha ráér, és nem kell gyorsan kipörgetni, gyorsan megvágni, akkor ezek az anyagok majd fognak érkezni. Most például az egyik ilyen fontos anyagom, ami egy 50 perces műsor, megint Richard, és Richard egy nagyon jó szakember, és van témánk, itt például a Budapest születésnapja apropóján november 20-án beszéltünk, és november 17-én volt Budapestnek a születésnapja, és ott megint az építészet volt az egyik fő témánk, sőt a fő témánk. És azt is már nagyon meg kellett volna vágnom, jó lett volna minél hamarabb kipörgetni, de hát jött a szájerügy, jött a vizérrel kapcsolatosan Pakucs Tamással beszélgetés, és ezek mind idők, meg az egy elég nehéz anyag, tehát 40-50 percet megvágni, ötletelni, keresgélni, utána járni nem egyszerű, de kész van, már csak kisebb finomítások kellek, és remélem ma holnap ez ki fog kerülni, és tetszeni fog nektek, szerintem megint egy izgalmas és tanulságos anyag lett. De kemény munka volt. Közben, akik most csatlakoznak be, azoknak mondom, sziasztok először, hogyha van bármiféle kérdésetek, ez egy ilyen kérdésfelelek műsor, mert nagyon sok kérdés jött felém szembe, amit most már meg akartam egyben válaszolni. Ha van kérdésetek, nyugodtan kommentbe írjátok meg. Akkor ez volt a YouTube csatorna, hogy miért látom fontosnak, hogy most világjárókat nem tudok szervezni, kreatív energiám van, tartalmat akarok gyártani és informálni is, mert fontosnak tartom, és fontos ügyek mellé be tudok állni, és be is állok nagyon szívesen, tehát lesz olyan zenész például, akinek a bankszámla számlája meg lesz adva, mert például egy drága hangszerejére gyűjt, sőt nem, a hangszer egy drága, és még mindig gyűjt erre, és nagyon szívesen beálltam e ügy mellé, hogyha tudok a videóval, akkor szívesen segítek. Minőségről beszéltem. Cél. Hát célokként, ez megint itt van, itt hagytam, nem direkt van itt, például ilyen pályázatokban, vagy ilyen munkákban, projektekben nagyon szívesen részt veszek, meg ide is, most amúgy a novemberi számban megjelent egy írásom, hogy összefogjunk, tehát itt vagyunk ebben a nehéz, hülye helyzetben, össze kell fogni, mert egységben erősek tudunk lenni, és ha én, mint kreatív személyiség videótartalmat gyártok, és ha ezzel egy vállalkozónak tudok segíteni, nektek, kedves nézők, információval tudok segíteni, akár az állampolgárság területéről, állampolgárság felvételének a területéről, vagy terve van véve ingatlanvásárlás, hitellel kapcsolatosan is műsort készíteni, autóvásárlástól kezdve több milyen általánosságig, vagy a német nyelvtanulás, azaz is kapcsolatosan is egy 50 perces műsorom készült. Úgy vagyok vele, hogy az ismeretterjesztés ez hasznos, fontos, meg erre vannak már statisztikák amúgy, hogy nagyon sok ember először már a YouTube-on keres. Tehát, hogyha van kérdésetek, az sokszor a YouTube-on akarjátok
arra a választ megtalálni, és lehet, hogy az én videómban is találtok hasznos választ a kérdéseitekre. Ausztriával kapcsolatosan német tanulás, állampolgárság, vállalkozásindítás például. Igen, Danival, aki az első, szerintem ő volt az első interjú alanyom, majdnem fél évvel ezelőtt, nem tudom napra pontosan mikor, vele ma fogunk beszélgetni, mert ő amúgy tanár, elindított egy vállalkozást, hogy vállalkozóknak segít. És ez ügyben is majd több témával kapcsolatosan fogunk majd beszélni, és az is lehet, hogy hasznos, sőt remélem hasznos, azért csinálom, hogy hasznos anyag lesz majd többeteknek. Hibák tény és való, hogy vannak. Tegnap előtt is például a szájeres videó úgy ment ki, hogy benne maradt egy hangsáv, és az utolsó két perc az egy fekete kép volt. Mondjuk hál' azért ezt a YouTube szerkesztőben le tudom vágni, tehát most már lehet, hogy annak kell egy-két nap, hogy levágja, frissítse az adott videót. Kisebb hibák bakik történnek, de egyedül vagyok, és körülbelül 5 embernek a munkáját csinálom, szóval megesik, hogy hibázok, belátom, próbálom korrigálni. És köszönöm szépen mindenkinek, aki segíti a munkámat, akár ha elütés van, tehát a TEDx-es műsorban a leírásában is volt egy leütés. Ilyen hibák sajnos beleférnek, meg elő is fordulnak. Beleférni nem férnek bele, mert próbálom utólag javítani, de hogy egyedül csinálom tényleg 5 emberek a munkáját, a háttérmunkát, a szerkesztést, az előkészületeket, a felvétel, az utómunkát, egyeztetések, posztolások, ez mind idő, és nagyon sok időt vesz igénybe azt a műsort legyártani és hozzátok eljuttatni, mert sokszor ezek a platformok annyira nem segítik ezt a fajta tevékenységet, hogy oké, én csinálok egy tartalmat, de el is jusson az hozzátok. Hát fárasztó, belátom, de izgalmas, és van benne kihívás, hogy küzdjek a fake news-szal kapcsolatosan, küzdjek a tévhitekkel kapcsolatosan, hogy segítsek. Tényleg itt nagyon-nagyon fontos ezt a szót kiemelni, mert az egyik fő motivációm az, hogy segítsek. Mert én is nagyon sok segítséget kapok, meg kaptam az életembe, és nekem az a filozófiám, hogy visszaadni. Tehát nem mindig csak kivegyünk egy zsákból, egy mérlegből, hanem tegyünk is vissza, és így ittunk egy balanszt csinálni. Akármilyen furcsa, 2020-nak mindjárt vége, és 21-re, hogyha megjön az új gépem, közben a új nézőknek mondom, hogy ha van valakinek kérdése, nyugodtan megpróbálok kérdésekre válaszolni. Itt össze van nekem írva pár kérdés, amik eddig velem szembe jöttek, de ha nektek is van valami konkrétan, akkor szívesen válaszolok arra. Hogy 2021-re vannak tervek, remélem majd lehet újból mondjuk szeptembertől előadásokat szervezni, akkor majd az lesz a fő projekt. Szeretnék. Van nagyon sok anyagom felvéve, csak azok jó minőségű anyagok, és a mostani gépemmel nem tudom megvágni őket, szóval 21-ben ezek az anyagok remélhetőleg érkezni fognak, ami így Bécssel kapcsolatosan megyek ide, megyek oda, most nem akarok spoilerezni, de pár helyet, pár dolgot bemutatok. Top listákat is szeretnék csinálni, mert a top listák azok szexik, de ezt már előttem egy műsorban, de például azt a TEDx-es top listát azt szeretném kibővíteni. Nekem fontos a zöld téma, és zöld témával kapcsolatosan is szeretnék még plusz tartalmakat készíteni. Én filmes témával is foglalkoznék, csak a mostani gépemen ez szenvedős volt, tehát remélem az új laptopomon sokkal gyorsabban tudok dolgozni, és nem lesz olyan nehéz. Mert például ezeknek a interjúknak is a megvágás, ezért 3, 4, 5, 6 órába is beletek, attól függ, hogy milyen hosszú, mennyit kell kutakodni, mennyit kell rajta vágni, csiszolni, és társai. Hello. Nincsek kérdések, csak beléptek. Ha van, nektek is mondom, hogyha van kérdésetek, nyugodtan most ez egy ilyen kérdezfelelek műsor. Visszatérve a 2021-re, hogy a zöld téma, filmes témákat is szeretnék. Jaj, alacsony akku. Na jó, 20 percet, 20% az még ki fogja bírni egy ideig. Ezek mindenképpen érkeznek 2021-ben, meg lehet, hogy kevesebb tartalom, tehát a napi tartalmat nem feltétlen muszáj, hogy akarom tartani, meg régebbi videóimat is meg szeretném vágni, ami meg több idő, tehát van Jordániából, ott voltam, mennyit voltunk ott? 10 napot, és
azt sem vágtam meg, pedig ez már 2-3 évvel ezelőtti történetről van szó. A világ körüli utamról sincs még megvágott anyag, mert én a YouTube-ot korábban használtam már, de nem ilyen tematika szerint, hogy legyen egy struktúra, hanem voltak anyagaim, amiket meg szerettem volna vágni, lásd Izland és társai, és azokról ott felpakoltam, de hogy elkezdtem a világjárókat szervezni, meg itt van ez az egész helyzet, így valami tematikát beleraktam, intro, ki van találva, hogy mint merre, meddig akarom csinálni. Hát most jelenleg az a tematika, hogy az Ausztriában élő magyarokat mutatom be, és a magyarokat érdeklő témákat boncolgatom. Így persze itt van a TEDx, ez egy verseny volt, de a környezetvédelem az mindenkinek fontos országtól, függetlenül, hogy hol lakik az ember. De jövőre tervezem ezeket is, hogy a régebbi anyagaimat megvágom, ami több időt igényel, tehát nem lehet pár óra alatt megcsinálni, hanem annak neki kell ülni, kalapálni kell, ötletelni, és mondjuk egy ilyen utazós videónak a megvágása az nem egy-két nap. Meglátjuk, hogy azok majd mennyi időm, kedvem lesz, mi változik, de szerintem ezt 2020-ban fogom tartani, hogy ez a napi tartalom, meg már nagyon sok anyagom fel van véve, meg fel is lesz véve, tehát lehet, hogy még 21-ben is még lesz ez, meglátom, hogy karácsony mi egymás, vagy fog ebbe közbeszólni, de jövőre kevesebb tartalmat fogok szerintem gyártani, mert egyes tartalmaknak a legyártásához több idő kell. Jó, én végigmentem az általános kérdéseken, hogyha itt valakinek a chatben van kérdése, az most felteheti nyugodtan, szívesen válaszolok, ha nincs, akkor lehet, hogy ez a live. Sziasztok, 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 sziasztok. Igen, erre válaszoltam. Igen, ezt is, hogy mi a célom ezzel. Minőségen fejlesztettem. Ha van ötletetek, hogy kit szeretnétek, hogy milyen tematikát, ilyen szempontból mindig szívesen látom, hallom, hogy mi érdekli az embereket, mert engem több minden érdekel, meg több embert megkeresek, de persze nem mindenkit találok meg, de próbálom a LinkedIn-t használni, meg próbálom a számat, úgy mint most is megkérdezni, hogy ismertek-e művészeket, kutatókat, fontos, érdekes embereket, akiket érdemes lehet megszólítani, mert én is nagyon sok embert nem ismertem eddig, meg nem is lehet mindenkit ismerni, de most ahogy így ezt a programot, ezt a műsorprogramot szerkeztem, egyre több embert megismernek, és rácsodálkozok, hogy hát lehet amúgy, hogy 500 magyar vagy 1000 magyar is van, aki professzionális zenész itt Ausztriában, lehet, hogy Grazban, Salzburgban, Ausztriában belül máshol laksz. Videót vágsz privátba is? Hát most időm, energiám nem nagyon van, de ha van ilyen megkeresés, meg izgalmas a munka, akkor szívesen bevállalok ilyesmiket. Keressen meg az illető, attól függ, hogy hát most lehet, hogy a munkállomásom még nem elég erős hozzá, ezt így korábban ecseteltem, hogy most rendeltem egy új, nem a reklám helyes, most nem kapok pénzt érte, M1 chipes Apple laptopot, és azzal már valószínűleg hatékonyabban fogok tudni vágni, meg komolyabb minőségű anyagokat is vágni, tehát ilyen 4K, 6K, 8K, hát lehet, hogy azok kifognak már rajta, de remélhetőleg az én régebbi anyagamait is, amit még a Metropolnak vettünk fel, tehát nekem még a Metropolból is vannak anyagok, amiket meg kéne vágni. Innen is először is elnézést Anita tőled, a Christmas Salonnak a tulajától, mert neki is bent van anyaga, bent ragadt, mert egyszerűen nem bírom megvágni, mert hát azt képzeljétek el, ti is használt a programokat, hogy így akad a program, kifagy a program, meghal a program, kék halál a program. Mert egyszerűen gyenge az állomásom, de amint megvan az új gép, akkor ilyesmikre mehetőleg nem fognak előfordulni, mert az iOS rendszer meg bírni fogja. Szóval projektek érdekelnek, szóval írjam nyugodtan, Rita, hogy miről van szó, meglátom, hogy be tudom-e vállalni, bevállalhatom-e, bírjom-e, időben, energiában meg a gépem is, de szerintem januártól, ahogy mondtam, kevesebb tartalmat akarok gyártani, meg már akkor meg lesz remélhetőleg. Tervileg 28-án hozzák, de írtam neki, hogy hozhatnátok korábban, mert még meghozzák korábban. Januártól lesz több időm, meg lesz jobb gépem, szóval benne vagyok ilyesmikben is. Jó, ha nincs több kérdés, akkor én búcsúzom, ez az élő most ennyi volt, köszönöm szépen, itt voltatok. Jöhetnek menet közben amúgy kérdések nyugodtan, meg ha tudtok ajánlani érdekes embereket, vagy akiket látnátok a sorozatban, mert tényleg művészektől, újságírókig, civilekig, vállalkozókig elég sok embert bemutatok, meg szélesre hagyom direkt a palettát, mert sok ember érdekel, meg sokfélék vagyunk itt. Keresd bátran!
búcsúzom, ennyi voltam, legyetek jók, ha tudtok, sziasztok! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!